Két teljesen ellentétes fél időt láttunk. Ha összegezni akarnám, akkor az egyik szemem sír, a másik meg nevet. Nem volt ott az első fél időben se nagyobb probléma az utolsó 10 perc kivételével. Addig én úgy gondolom, hogy mérkőzésben voltunk, de ott szerintem jött egy fejbeni fáradtság, tehát fizikális fáradtság volt, és ugye ez kihatott a fejbe lévő dolgokra is, de azt mondom, hogy küzdöttünk, harcoltunk második fél időben is. Az a baj, hogy úgy érzem, hogy attól függetlenül nem mi voltunk a mérkőzés esélyesei, hiszen azért hozzánk képest egy professzionális csapat érkezett ide Hajdúnánásra. Föl tudtuk velük venni a harcot, illetve megnehezítettük a dolgukat. Sajnos én úgy gondolom a pontszerzést, hogy nem szereztünk pontot, azt magunknak köszönhetjük, mert itt a második fél időben két olyan időszakot is ki tudok emelni, amikor 4-re vezetett a Vasas, és labdát szereztünk, elment egy indításunk, pontatlan volt az indítás, amivel közelebb kerülhettünk volna, ott a Vasas ismét összeszedte magát, el tudott menni több góllal, majd akkor a végjátékban, ugye az utolsó 10-12 perc, 13 percben, ott én úgy gondolom, hogy a teljesen feljavult a védekezésünk, agresszívabbá váltunk, labdákat tudtunk szerezni, és azzal nem sikerült nyerni, hogy sajnos volt egy kihagyott indításhoz egyszerünk, illetve három pontatlan indítás labdaszerzés után, ami végül is megakadályozta azt, hogy pontot szerezzünk. 24. perc tájékán volt három olyan perc, amikor 24-26-os állásnál szinte semmi nem történt. Jobban mondva, egyetlen gól sem született a kapukba. Azért voltak védések, illetve volt a mi részünkről elhibázott befejezés, tehát a helyzetek meg voltak, csak nem tudtuk értékesíteni őket. Mi volt ennek az oka? Ez nagyon jó kérdés, remélem meg fogom fejteni, de aztán ugye vissza kellett küldenem a kezdősort a padról, hogy be tudjuk győztesen fejezni a mérkőzést. De két percig ő se tudta semmit csinálni. Hát igen, azért elég nehéz egy 20 perc után ülésből fölállni, de mindenképpen tanulságos, hogy az, aki csereként játszik a Vasasban, az miért ezen a szinten teljesít. Zavarba volt a Vasas is kőkeményen, hiszen a 24. percben, ha még emlékszik rá, akkor 3 percen keresztül ugyanúgy gólképtelenek voltak, mint mi. Az ellenfél jön fölfele, ugye egy magabiztos 7 gólos vezetésről adták le a mérkőzést, biztos, hogy megfordul a fejükbe, hogy hoppá, ha nem figyelnek, akkor ezt még akár el is bukhatják, de mondom, én úgy gondolom, hogy a saját hibánkból nem sikerült a pontszerzés, mert ilyet nem lehet, hogy egy játékos, és nem bántva, mert fiatal játékos, tényleg nem azért mondom, de háromszor pontatlanul indítja el az ellenfelet, úgy, vagy a saját csapattársát, miközben védekezésben meg ugye megszerezte a labdát, és ott volt, hogy kezünkben van, hogy gólt lőjünk, könnyű gólt lőjünk, és ne felálltva ellen kelljen küzdeni. Bár ott is azt mondom, amikor rájöttünk, hogy nem az a játék, amikor olyan játékosok próbálják fölvállalni a főszerepet, akiknek esetleg ezen a mérkőzésen nem megy, vagy sérültek, hanem azt a játékost kell kihasználni, akinek megy a lövés, gondolok a Zsófira, a Lévai Zsófira, hogy még tudatosabban ki kell használni, és nem biztos, hogy az első szándékból kell ezt megoldani, hanem elindítunk egy alapjátékot, helyzetbe hozzuk, abból ő tovább teszi a labdát, visszakapott labdával már jóval nagyobb lehetősége van, hiszen a védőnek már megosztjuk a figyelmét, akár egy beállóval, vagy egy beálló futás, vagy szélső befutással, úgyhogy ebből ezt még tudatosabban ki kell használni, meg élni kell ezzel a lehetőséggel, hogy hál' Istennek van, akinek megy a lövés. Az első fél időben a szélről elfutásokkal, gyors indításokkal legalább 5-6 gólt kaptunk. Mi ennek az ellenszere? Vasasra az a jellemző, hogy azt mondom, a góljaiknak a számát, és itt értem azt nem csak erre a mérkőzésre, hanem a teljes bajnokságra, legalább az 1/3-át, de még azt mondom, hogy akár 40%-át is gyors indításból,
gól utáni első hullámú befejezésből oldják meg, ami nekik az erősségük. Ez ellen nem egyszerű védekezni, főleg úgy, hogy tömegben azért, tehát testsúlytömegben azért mi jóval kisebbek vagyunk, és nehéz úgy megállítani őket. Ez volt én úgy gondolom, hogy a különbséget ez adta. Nem a felállt fal elleni játék, hanem ők több indítás-lerohanás gólt lőttek. Azzal kezdtük a beszélgetést, legalábbis én azzal indítottam, hogy egyik szívem sír, a másik nevet. 5 másodpercen múlott a pontszerzés. Csak ott is volt ugye egy pontatlan indítás labda szerzés után, amit ha befejezünk, akkor mindenki happy, mindenki örül, mert pontot mentettünk, és a céljainkat támogatta volna ez a bravúros pontszerzés, de hát sajnos megint hal van, tehát ez nem jött össze. Viszont én úgy gondolom, hogy és ezt mondtam a lányoknak is, hogy ebből építkezni kell, meg ezt ne felejtsék el. Tehát nem véletlenül szoktam én edzésen rojtosra beszélni a számat, hogy a átadásokra, a technikai hibákra oda kell figyelni, ez koncentráció. Én nem gondolom azt, hogy egy 17 éves játékos nem tud passzolni. Hogy technikai képzettségbeli problémák vannak. Én úgy gondolom, hogy koncentráció. Tehát a fiatalságukból adódó koncentráció. És itt jött ki az eredménye, hogy sajnos elbuktuk a mérkőzést, mert megint valami miatt nem figyelt, vagy nem úgy koncentrált, vagy a védekezésre összpontosított, és már a támadásra nem úgy sikerült fejbe oda tenni magát, hogy látom, hol fut a játékos, akkor nem kidobom a csarnokból, hanem a kezébe dobom a labdát, tehát ezek ilyenek. Milyen terveik vannak? A lehető legjobb eredményt elérni ebben az évben, és tovább építkezni ezzel a fiatal csapattal. Ez a csapat valóban rendkívül fiatal. Sok van még bennük? Több, igen. Azért ez egy 2-3 éves munka, hogy ezeket a gyerekeket szépen összegyúrmázzuk. Küzdeni tudásból jeles. Le a kalappal előttük, 7 gólról fölállva, úgyhogy a végén a mi kezünkben van a pontszerzés. Ez egy nagyon szép teljesítmény, és dicséretes, meg örömteli. Csak fogynak a mérkőzések, és azt, hogy mi ne az utolsó helyen essünk ki, ahhoz egyre nehezebb helyzetbe kerülünk. Még azt mondom, hogy még mindig van rá lehetőség, mert még mindig vannak mérkőzések, sőt az a csapat, aki a két ellenlábas, ugye itt a Szentendréről és a Algyőről beszélek, ugyanúgy hullatják a pontokat, tehát nem vagyunk lemaradva, de nem szabad ezt a végjátékra hagyni, tehát valahol bravúrt kell elérni, valahol a bravúr pontot kell hozni. We'll be right back.